Kedves nézőink, karate tábor szervezett az elmúlt héten a Sundome Ese. Most ide látogathatnak el velünk. Hányadik alkalommal rendeztétek meg ezt a tábort? Ez a második alkalom, először 2012-ben rendeztünk egy hétre, és idén megpróbálunk kéthetes tábort szervezni, és úgy néz ki, hogy összejön. Ezen a héten 15-en vagyunk, és jövő héten lesz még egy része a tábornak, akkor 13-an leszünk. Mit csinálhatnak a gyerekek ebben a táborban? Hát lényegében olyan, mint egy rendes napközis tábor. Annyival egészítettük, hogy vannak karate edzések, délelőtt egy és délután egy. Napközben, illetve délelőtt rajzolnak, játszanak, vannak játékos feladatok, aztán elmegyünk, esznek ebédet. Amikor visszajövünk, akkor van egy mesenézés, és utána délután egy húzósabb edzés, erősítéssel, egyebekkel, és délután 4-ig itt vannak a gyerekek. Milyen korosztály érdeklődik leginkább a tábor iránt? Hát elsősorban 6-8 évesek, van egy-két 10-12 éves gyermek is. Ugye a nagyobbak már nem nagyon jönnek el ilyen táborba, ezért úgy is hirdettük meg, hogy 14 éves korig lehet rájelentkezni. Mennyiben jelent ez a tábor pluszt azoknak a gyerekeknek a számára, akik ide jelentkeznek? Hát ugye minden nap van két edzés. Tanulnak új formagyakorlatokat, amiket edzésen nem tudunk megtanulni, mert vagy nincs rá idő, általában nincs rá idő, vagy olyan sok rétű a csoport, hogy nem tudunk annyi felé szakadni, illetve délutánonként a küzdőedzések vannak, a kumitedzések, ahol új technikákat tanulnak, eséstechnikák, rugótechnikák, különböző ütő-rugó kombinációk, tehát lényegében egy 3 hónapos edzést kapnak a gyerekek itt intenzíven. Mit tanultatok? Katákat, ütéseket, védéseket. Mit tetszett a legjobban ebben a táborban? Azt, hogy találtam sok barátot, és megtanultam verekedni. Hogy érezted magad a táborban? Jó volt, egy kis szórakozás a nyár elejére. Először vagy ebben a táborban? Nem, már tavaly előtt is voltam. Azt hiszem, ott is úgy majdnem ilyen volt, az is tök jó volt. Mit jelent számodra a karaté? Hát nagyon szeretem, már 6 éve ide járok, és nekem minden nap lejövök edzésekre, meg igazából tök jó. Már hozzám nőtt. Jobban elfáradsz a tábor alatt, mint egy edzés alatt? Hát mostanában igen, mert ugye hát lefárasztanak a kicsik, meg hát igen, fárasztó, mert azért itt is kihajtanak, meg én is hajtok, amennyire tudok, lehet. Sok versenyen részt vettél. Mi volt a legutóbbi, és mit szeretnél elérni? A legutóbbi egy Európa-bajnokság volt Belgiumban, ott 3. lettem küzdelemben. Amit most el szeretnék még érni, az a magyar bajnokságon a küzdelemből az aranyérem, és a forma gyakorlatból is szeretnék valamilyen érmet. De ami összejön, nekem tök mindegy, csak legyen valami jó. Borítás, szám.